73-ban jöttem ebbe az országba, és akkor sok minden furcsa volt. Azóta nagyjából itt élek, kivéve azok a kisebb-nagyobb kiruccanások, amikor különböző külföldi egyetemeken vagyok. Most ma az a furcsa, mikor oda bemegyek. Hogy egy kicsit komolyabban válaszoljak a kérdésre. Inkább az, hogy mi a különbség. Vissza lehet menni egy kicsit Adam Smithhez, aki a nemzetek gazdagságát a munkamegosztással és a munkatermelékenységgel magyarázta. Én azt mondom, a munkamegosztás és mondjuk a bizalom. Hadd magyarázza meg ezt nagyon röviden. Én úgy gondolom, hogy a magyar egyetemek, kórházak, egyéb intézményeket külföldiekkel, nyugat-európaiakkal összehasonlítva, az egyik nagy különbség az abban a szinte határtalan individualizmusban, ami itt van, és az ottani erőteljesebb kooperációs készségben van. Én ezzel semmiféle értékítéletet nem szeretnék mondani, hanem én úgy gondolom, hogy ezt meg lehet magyarázni történelmi eseményekkel, fejlődéssel, de ez tény. A magyar viszonylatban mindenki tulajdonképpen valamilyen módon magányos harcos. Szerintem mindig is volt, és az a bizonyos 20 év, ami a közelmúltban lezajlott, az ezt a folyamatot felerősítette. És ebből adódik rengeteg olyan dolog, amit én sajnálok. Párhuzamos munka, mert féltve őrzük azokat az eredményeket, amelyeket megtaláltunk. Nem adjuk ki a kezünkről azt a könyvet, amit valami külföldi könyvtárban megszereztünk, nehogy valaki más is megszerez azt a tudást, és ezzel egy ilyen nagyon pici kis szemétdombon egy ilyen kakas ülőhelyet alakítunk ki magunknak, és azt hiszünk, hogy mi akkor már valakik vagyunk. Legkésőbb akkor, amikor külföldre megyünk, rájövünk arra, hogy hoppá. Az a kis szemétdomb, ahol én most éppen rajt ülök, az tényleg nagyon pici, és ha azt a szomszéddal összelapátoltunk volna, és ráültünk volna ketten, akkor lehet, hogy a külföldi vendégnek, vagy a kollégának lehetett volna ma föltenni egy jó kérdést, amitől az elkezd izzadni. Így többnyire az jön ki számomra, hogy én izzadok, amikor ők kérdeznek. Ebből a dologból nem csak a párhuzamos munka következik, hanem egyfajta, nem tudom, ez az oka vagy a következmény, egyfajta bizalomhiány. Nekem egy nagyon a Kálmán, amíg voltunk egy csoportban a közgázon, amikor tanultunk annak idején. Volt egy tanár, aki most szintén a műegyetemen dolgozik, pár nappal ezelőtt, tehát 70 éves, nem mondom, hogy Sárközi Tamás, aki nekünk annak idején azt mondta, hogy ne higgye már el, hogy ő elhiszi azt, amit neki a beosztottjai mondanak. Ja, csodálkoztam ezen a dolgon, de a maga módján valahol igaza volt. Sikeres pályát futott be. Tehát a stratégiája ezek szerint jó volt. Miért? Individualizmus? Nem tudom. Kooperációs készség? Nem tudom. De valahogy ez a bizalom, hogy lehet, hogy pont az ellentétje van, lehet, hogy át akar ejteni. Ez egy olyan dolog, ami valahogy nagyon nagy erőforrásoknak az elpazarlásához vezet. A harmadik az egy személyes élményem volt, elnézést, hogy a társaság ezzel most traktálom. Ebben az évben volt szerencsém egy német és egy magyar kórházat meglátogatni, ugyanazzal a problémával. A helyzet nem olyan rossz, mint ahogy az első pillanatban látszik. Én úgy gondolom, hogy az orvosok és az ápoló személyzetnek a hozzáértése és a hozzáállása az nagyjából ugyanaz. Az, hogy az épület nem olyan szép, jó, rendben van, ez adottság. A nagy különbség a leterheltségben volt. Tehát a magyar orvost azt többnyire két mobiltelefonnal láttam, mindegyik fülén egy, és megbeszélte a délutáni dolgokat, meg a magárendelés, meg stb. Minthogyha nem lenne idő, minthogyha hozzátartozna az ő értékéhez az, hogy neki állandóan szaladgálnia kell. A német doki annak volt ideje leülni a pácienssel, és egy fél óra, egy óra keresztül megmagyarázni, hogy na holnap figyeljen ide, lesz egy műtét, semmi gond, de ez így néz ki, és azt kérdezzen. Ugyanazt látom az egyetemeken. Ha a legfőbb partnerhez megyek, a Bambergi Egyetemhez, mondjuk 2-3 hónap után, minthogyha semmi nem változott volna. És legkésőbb a második napon rájöttem, hogy azért őrült nagyot léptek. Olyan nyugodtan, de folyamatosan.
csinálják. Itt valahogy ebből a, lehet, hogy ebből a furcsa munkamegosztásból egy kampányszerű rohanás lesz, amelynek a keretében sok mindent elfelejtjük, sok mindenre nem figyelünk oda, és az megint erőforrásoknak az elpazarlásához vezet. Én valahogy itt látom a problémát, hogy ezt hogyan lehet megoldani? Nem tudom. Amit én megpróbálom, az az, hogy ifjú titánokat, doktoranduszokat bevonni a mindennapi döntésekbe, ahogy engem annak idején különböző emberek bevonták, és azt mondták, hogy döntsd, ahogy akarod, csak szólj nekem, mit mondtál. Ez egy őrült nagy bizalom volt, és ezt a bizalmat meg kellett szolgálni. Én megpróbálom ezt megtenni. Most ne kezdjék keresni, hogy kiről lehet szó, vagy kikről lehet szó. Én többször most ebben a kör mondom, hogy pofára estem ezzel a bizalom előleggel, mert nem jött össze a dolog. De az az X eset, amikor összejött a dolog, és még össze fog jönni, az nekem sokkal többet ér, mint az, hogy hát csalódtam, na bum, hát ez van. Hát nem tudom, hány ember vált el az életébe, ő is csalódott, ennyi az egész. Fáj, de túl lehet élni az egészet. Tehát én úgy gondolom, hogy itt egy mikroszinten kell valahogy kezdeni, mint ahogy az előző beszélgetésben volt, az a polgáriasodás, ezt újra végig kell csinálni. Lehet, hogy valamivel gyorsabban fog menni, lehet, hogy lassabban, azt nem tudom. Én valahogy itt látom a különbséget, az intézmények működése, az emberek hozzáállása és az eredményesség szempontjából.